Számos kérdésben, többek között lakossági járdaépítési pályázatok elbírálásáról, az útfelújításokról, a Cigriben megépülő pumpapályáról és az első világháborús emlékmű felújításáról is döntöttek az üllői képviselők. Hosszú évek óta járdaépítési programot, pályázatot írunk ki. Az idei esztendőben is ez történt. Az elmúlt esztendőkhöz képest a Városgazdálkodási Bizottság javaslatot tett, hogy emeljük fel magát a keretösszeget. Ez meg is történt. Érdekessége az, hogy az idén 18 pályázat érkezett be, amit el is bíráltunk és el is fogadtunk. Viszont ez azt jelenti, hogy a felemelt összeg felét használta fel a lakosság. Hát én úgy gondolom, hogy a másik felét is el fogjuk tudni költeni, hiszen vannak olyan járdaszakaszok, amit saját magunk fogunk megoldani, de mi annak örültünk volna, hogyha a lakosságból is esetleg ezt az összeget kimerítik. De azért jó munkát kívánok azoknak, akik ezt felvállalják. Elindult az út karbantartási program, ami minden évben azért 30-40 millió forint összeget emészt fel, viszont mindig azt szeretnénk, hogy igyekezzünk megóvni azokat az utakat, amelyek legrászorultabbak. Vannak ilyen makadám útjaink, és hát tulajdonképpen, ha jól tudom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utca lesz a felmérések alapján igazán felújítva, ami igazság szerint aszfalt koporréteget fog kapni némelyik, a másik fele pedig zúzott burkolatú, tehát mart aszfalt terítése lesz ellátva. Bizony ez is 60 millió forint összeget fog felemészteni, de remélem, hogy lehetőségünk közmérten meg tudjuk óvni ezeket tényleg a legrászorultabb utakat. A Cigri Szabadidő Parkot két pontban is érintették. Első körben egy kerékpáros pumpa pályaépítésével kapcsolatban, majd a járdaépítéssel kapcsolatban. Mik ezek? Így igaz, pályázatot nyújtottunk be, hiszen volt rá lehetőség erre a pumpapályára, hiszen van egy olyan réteg a tavalyi három gyönyörű park építés után, érezzük, hogy a tini korosztálynak is szeretnénk egy kicsit kedvezni, a kamaszoknak, és hát ez lenne a pumpapálya megépítése. Sajnos a pályázat forráshiány miatt elutasításra került, viszont a képviselőtestület úgy döntött, hogy tartalékkeret terhére természetesen kivitelezőkkel, több egyeztetéssel lejjebb vittük az összeget, ugye már a költségvetésben minimum 30 millió forintot betettünk ennek az építésére, hát most durván 35 millió forint összegbe fog kerülni, és ezt felvállalja a képviselőtestület, és a Cigriben, ha minden igaz, július közepén a pályaépítése meg is indul, bízom benne, hogy még a nyár folyamán átadásra is fog kerülni, és a szünetben még használni tudják majd a gyermekek. Ezzel összefügg a Cigriben egy hosszú járda köti át a két végpontot, és hát ez elég rossz állapotában van. Jelen pillanatban úgy döntött a testület, hogy ezt aszfalttal beborítjuk, hiszen ez egy sima betonjárda, és ugyanilyen szélességbe mellé egy térköves járdát is fogunk építeni, hiszen nagyon szeretnek itt sétálni, szeretnek babakocsikat tolni, de biztos vagyok benne, hogy ha a pumpapálya elkészül, akkor itt többen rolleroznak, kerékpároznak, tehát ez is 17 milliós nagyságrendet fog képviselni. Úgyhogy szépíteni fogjuk ezt a területet. Ugye az előző hírekben már elmondtam, hogy a három parkhoz, park mellé illemhelyeket fogunk kihelyezni, ennek a tervezése, kivitelezése folyik, úgyhogy ez is az idén még meg fog valósulni. Tulajdonosi hozzájárulás a sporttér fejlesztésére. Ez mit akar? Nagyon örülök, hogy kint a sporttéren, a vasúton túli területen, a víztorony alatt is fogunk tudni több millió forint forrást biztosítani, hogy szebbé varázsoljuk azt a területet is. A víztorony környezetébe, a kerítés mellé oktatási rendszerrel, vagy rendszerre épülő táblákat fogunk elhelyezni, ami
egy kiterjesztett valóságot fog képviselni, hasonlóképpen, mint itt a Városközpontban a 10 éves évfordulóra sikerült átadni ezt az új okos kis asztalt. Ez hasonló dolog lesz. Azt szeretnénk, hogy az odajáró gyermekek ne csak azért nyomják az okostelefont, hogy tényleg a saját szórakozásukra, hanem ezekből talán majd tanulni is fognak. És ennek a víztorony melletti szabad területén egy csodálatos mezitlábas parkot fogunk kialakítani, aminek a közepén egy csodálatos földgömböt képzelünk el, és hát ez a mezitlábas park, megpróbáljuk megmutatni, hogy most körülbelül melyik földrészen járhat, és utána hát ezzel a földgömbbel majd ő ezt fogja tanulmányozni, legalábbis bízunk ebbe. Ezeken a területeken még ki fogunk helyezni kiülő, beülő padot, amit már láthat a közönség a rekreációs parkba, hiszen úgy gondolom, hogy ülőnek ez egy nevezetessége is, és ezekben a parkokban is egy ilyet fogunk még megépíteni.